A megelőzésért, a szűrésért és a toleranciáért kampányolnak számos országban az AIDS ellenes világnapon. Ha a statisztikákat nézzük, a küzdelem elengedhetetlen. Az elmúlt 20 évben ugyanis csak Romániában közel 7000 halálos áldozatot követelt a vírus. Különleges alakzatba sorakoznak a fiatalok Marosvásárhely főterén. Hamarosan előkerül az óriási piros szalag is. Az AIDS elleni küzdelem szimbólumát formálják meg élőben, nagyban. Hiába avval a gondolattal élünk, hogy velünk nem történhet meg, de igen, mindenkiben megtörténik. A HIV vírus nem diszkriminál, ő nem nézi, hogy nő vagyok, férfi vagyok, fiatal vagy idős. Az, ha ott van, fertőz. 20 év alatt több mint 20 ezer HIV fertőzöttet és AIDS-es beteget regisztráltak Romániában. A halálos áldozatok száma is évről évre növekszik. A HIV fertőzés utolsó szakasza maga az AIDS. A HIV fertőzés létezik, és nagyon veszélyes. Tehát 100-ból lehet egyszer történik meg, de akkor visszafordíthatatlan. Mindenkit szeretnük arra inteni, hogy óvja magát, vigyázzon magára, főleg a fiatalokat, ugye a szexuális kapcsolatok keresztül terjedik, a drogfogyasztók nagyon terjesztik ezt a betegséget. Marosvásárhelyen felvonulást is szerveztek a civil szervezetek és intézmények. A résztvevők így vállalnak sorsközösséget a betegekkel. Ők tényleg egy kemény harcot vívnak, és szerintem ez nekik fontos is, sokat számít. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, a legfontosabb a megelőzés, az óvatosság, ám a rendszeres és egyben ingyenes szűrés szintén életmentő lehet.